Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntünk mindenkit a Mezőtúri Képviselőtestület sajtótájékoztatóján. A polgármester asszonnyal a legutóbbi, egyben ciklusszáró 2024. szeptember 26-ai képviselőtestület ülésről szeretnénk egy rövid tájékoztatást adni a kedves televízió nézők számára. Több fontos napirendi pontot is tárgyaltunk, ezek közül, amelyeket szeretnék kiemelni. Első napirendi pontunk volt a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról szóló rendeletünknek a módosítása. Ez azt jelenti, ez a rendelet többek között tartalmazza azokat a térítési díjakat és szolgáltatásokat, amelyeket az önkormányzat vagy az általa is üzemeltetett Berettyókörös Többcélú Társulás üzemeltet, illetve irányít. Ezek közé tartozik, és erről is szólt egyébként az előterjesztés, valamint a döntésünk, az az új szolgáltatás, amit az idén vezettünk be, és ez pedig a fogyatékkal élő gyermekek szállítását érinti. Ugye tájékoztattam már önöket korábban arról több alkalommal is, hogy elindult a BKTT üzemeltetésében egy mikrobusz, amely a gyermekek szállítását intézi gyakorlatilag Mezőtúr és Kisújszállás között, ezzel is segítve nyilván közvetlen a gyermekeket, de közvetve azokat a családokat, akik ebben pedig érintettek. Ez sikeresen elindult a tavasszal, majd pedig az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy még több család jelezte számunkra, hogy szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást. Ennek érdekében még egy gépjármű került beállításra most az őszi időszakra, valamint az elmúlt hónapok tapasztalatait beszéltük át a vezetőséggel, és végül egy térítési díj módosításra tett javaslatot a Berettyókörös Többcélú Társulásnak a vezetője. Ez egy minimális térítési díjt, emelést tartalmaz egyébként, amelyet a szülőkkel természetesen átbeszélt a vezetőség, ők pedig ezt el is fogadták. Ehhez még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a térítési díj egyébként egy nagyon kedvező és csökkentett díjtételt tartalmaz továbbra is. Ez pedig azért lehetséges, tekintettel arra, hogy az állam is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezek a gyermekek, ezeknek a gyermekeknek a szállítása és iskoláztatása kedvező körülmények között történjen meg, természetesen segítve ezzel a családoknak. A jövőben pedig továbbra is megvan az a célunk, és igyekszünk is azért mindent megtenni, hogy a későbbi időszakban, amikor lehetőséget tudunk teremteni arra, hogy Mezőtúron alakítsunk ki újra egy olyan iskolát, egy nevelési intézményt, ahol ezek a gyermekek már itt helyben tudnának majd oktatásban, nevelésben részesülni. Most első lépésben még egyszer a szállítást indítottuk el, ezt sikeresen végrehajtottuk, illetve folyamatosan fogjuk üzemeltetni, a későbbiekben pedig tovább folytatjuk a szükséges tárgyalásokat a hosszú távú céloknak az elérése érdekében. Most a testület tehát a térítési díj módosításáról döntött, és ezt egyhangulag egyébként elfogadtuk. Következő napirendi pontunk a 2024. évi költségvetésünknek a 3-as számú módosítása volt. Itt pedig, ahogyan a legutóbbi tájékoztatomban is adtam erről hírt, ez akkor a 2-es számú, most a 3-as számú módosítást tárgyalta meg a képviselőtestület. Itt röviden annyit érdemes tudni, hogy minden intézményt és gazdasági társaságot érintően az azóta bekövetkezett költségvetésben történő változások, ezt nyilván úgy kell érteni, hogy a tervekhez képeni tényleges változások kerülnek egyébként átvezetésre, mind a bevételi, mind a kiadás oldalon. Ezt osztályvezető asszony tájékoztatásában meghallgattat a képviselőtestület, mind a bizottsági, mind a testületülésen, és ezeket a tényeket rögzítettük gyakorlatilag a 3-as számú módosításban, amit szintén elfogadott a tisztelt képviselőtestület. Ezen kívül még 3 fontos téma volt a zárt ülésem, amelyről tekintettel arra, hogy zárt ülésről lévén szó a témáról szeretnék, illetve a döntésről tájékoztatást adni röviden. Ez a 3 fontos téma pedig 2 kitüntetéseket érint, 1 pedig útfejlesztési témát érintett. A kitüntetések tekintetében a Botyánszky János díj odaítéléséről döntött a képviselőtestület, amely idén kivételesen nem a nyár elején, hanem az október 23-ai kitüntetések során kerül majd átadásra.
a személyről természetesen október 23-án megtudhat majd mindenki mindent a díj átadásakor, valamint a helyi hagyományos kitüntetések, díjak adományozásáról is döntött a képviselőtestület. Itt a díszpolgári cím, mezőtúrvárosért kitüntetés, mezőtúrváros szolgálatáért, az év mezőtúri sportolója, jó tanulója, jó sportolója, vállalkozási díja kerültek kiosztásra, és még egyéb díjak, ezek a hagyományosan október 23-án átadandó díjak. Itt is beérkeztek a szükséges felterjesztések, és a képviselőtestület a bizottsági ülést követően döntött a díjazottakról. Itt is tekintettel a zárt ülésre, október 23-án fog majd kiderülni mindenki számára, hogy kik idén a díjazottak a képviselőtestület felterjesztése, illetve döntése jó voltából. Ahogyan említettem, a zárt ülésen még egy témánk volt, ez pedig az önerős útfejlesztéseket érintette. Ugye az idei évben egy nagyobb összegű 200 millió forint költségvetési szintet elérő önerős útfejlesztés fogadott el a képviselőtestület, meg kijelölésre kerültek korábban az utcák, amelyeknek a terveit elkészítettük. Ezt követően, amikor ezek elkészültek, kiírtuk a közbeszerzési kiírást, és most pedig arról döntött a képviselőtestület, hogy ki lesz ennek a közbeszerzésnek a nyertese, tehát ki lesz a kivitelezője ezeknek az utcáknak. Három külön részre bontható egyébként majd a kivitelezés. Lesz egy aszfaltozási munkálati sor, ahol korábban útalappal ellátott utcáknak a leaszfaltozása fog megtörténni. Lesz egy másik kettő típusú beruházás, ott pedig jelenleg földes utcákról lesz szó, ahol lesznek olyan utcák, amelyek útalapot fognak kapni, és lesznek olyan utcák, amelyek jelenleg úgynevezett, egymás között itt szoktunk fogalmazni, vegyes szerkezettel rendelkeznek, tehát valamilyen útalappal már rendelkeznek, ezeknek pedig egy úgynevezett remixes, megerősítéses útfejlesztése, útépítése fog megvalósulni. Hogy konkrétan mely utcákról van szó, erről hamarosan részletesebb tájékoztatást is fogok adni önöknek. A zárt ülése pedig azért került sor, mert ugye különböző pályázókról, közbeszerzésről lévén szó, vállalkozási adatokat is tartalmazott ez az előterjesztés, és ezért kellett zárt ülésen döntenünk ebben, de egyébként egységes volt a testületnek a véleménye ebben, és hamarosan elindulnak végre a munkálatok. Egy kis türelmet szeretnék kérni még mindenkitől, és információval leszek a tekintetben, hogy pontosan mely utcákat milyen fejlesztés fogja érinteni, és már a jövőre nézve annyit mondhatok, hogy a jövő évben is, nyilván még jelenleg nem látjuk a költségvetés pontos számait, de azon leszünk, hogy a polgármester asszonnyal, hogy olyan költségvetési javaslatot tudjunk majd nyújtani a képviselőtestületnek, amely mezőtúrváros további fejlődését fogja szolgálni. Tekintettel arra, hogy a 2019-2024-es évi ciklus utolsó képviselőtestületi ülését tartottuk, ahogyan lehet már többen látták is a televízióban, szerettük volna megköszönni mindenképpen minden testületi tagnak a munkáját, ezért egy szerény ajándékkal készültünk, amelyeket átadtunk a képviselőtestületi ülés végén. És itt szeretném megköszönni a sajtótájékoztatón Herceg Zsolt országgyűlési képviselő úr mindenkori segítségét is, aki 2019, illetve 2022 májusa között még akkor polgármesterként segítette a várost, és ugye 12 évnyi polgármesteri munkát követően választottuk meg országgyűlési képviselővé. Ezt azért szerettem volna külön kihangsúlyozni, tekintettel arra, hogy a ciklus egy részét még ő vezette polgármesterként. És akkor engedjenek meg, hogy egy-egy rövid számadattal összegezzem a 19-24-es évi munkát. Erről lesz majd egy hosszabb beszámoló is majd a közeljövőben. Ezért csak pár számot szeretnék elmondani, mivel a fejlesztésekről nagyon sokat beszéltünk már, is még fogunk is, az elmúlt évet illetően, illetve a jelentés a jövőt illetően is. Azonban talán egy-egy szám, ami nagyon ritkán hangzik el a testületi ülésekkel kapcsolatosan. 2019. októbere és 2024. szeptember 30-a között, tehát még egyszer a 2019-2024-es évi ciklusban összesen 85 testületi ülést tartottunk az elmúlt 5 évben. Nyilván ebben volt rendes képviselőtestületi ülés, tehát előre meghatározott ütemterv szerinti testületi ülés, illetve rendkívüli testületi ülésre is sor került számos alkalommal, tehát még egyszer 85
darabtestületi ülésem ültünk össze. 128 rendeletet alkottunk, illetve módosítottunk az elmúlt 5 évben, és összesen 895 testületi határozat született az elmúlt 5 esztendőben. Ez azt gondolom, hogy jól mutatja a testületnek a munkáját és eredményességét. Valamint egyébként a koronavírus alatti időszakban, az elmúlt 5 évben, tehát sok mindenről lehetne beszélni, bizonyára sokan már azt is elfelejtettek egyébként, hogy volt egy Covid időszak, amikor pedig egy különleges rendelkezés volt, amely időszakban ugye nem ülésezhetett a képviselőtestület és polgármester úr, akkor még Herceg Zsolt polgármester úr önállóan hozott meg döntéseket, itt pedig szintén egy számadat polgármesteri döntés itt a koronavírus alatti időszakban 123 határozat született Herceg Zsolt polgármester úr által aláírva. Tehát egy érdekes időszakon vagyunk túl mindenféleképpen az elmúlt 5 évben, ahol én azt gondolom, hogy rengeteg pozitív történés történt a város életében, számos pozitív fejlesztésről tudtunk és fogunk is tudni majd beszámolni. Még egyszer köszönöm minden képviselőtestületi tagnak az elmúlt 5 évben végzett munkáját. 4 képviselőtestületi tag van képviselő, aki a jövőben már nem folytatja munkáját a mezőtúri képviselőtestületben. Nekik név szerint is szeretném most itt is megköszönni a munkájukat. Batta Attila Viktor képviselő úrnak, Kovács Mihály képviselő úrnak, Kovács Péter József képviselőnek és Kötély Jánosnak is szeretném megköszönni az elmúlt években beli tevékenységét. Sok sikert, nagyon jó egészséget és minden jót kívánunk nekik a továbbiakban is. És ebből fakadóan pedig 2024. október 1-től pedig hivatalosan is elindult a következő új ciklus. És a képviselőtestülettel az első hivatalos ülésünk, az alakuló ülésünk 2024. október 8-án, tehát jövő héten kedden kerül majd megtartásra 16 órától, ahova pedig tisztelettel várunk minden kedves érdeklődőt. És akkor alpolgármester asszonynak még átadom a szót, mert egy fontos döntés még volt a mostani testületülésen. Köszönöm szépen, polgármester úr, valóban így van, hogy egy nagyon fontos döntésről kellett még határoznunk, mégpedig arról, hogy a belterületi útoknak a fejlesztése kapcsán 2 olyan útunk is megújult, többek között az 5-ből, említem most ezt meg, aminek mindenféleképpen fontos az, hogy egy kicsit a forgalomnak a korlátozását is bevezethessük. Ez történt azért is, mert a Bástya utca az egyik olyan út, amelyik most gyönyörű szépen megújult, új aszfaltréteget kapott, ennek a segítségével az ott élőknek az élete is biztosan könnyebb lesz majd. Viszont nagyon fontos az, hogy az elkövetkezendő időszakban egyirányúsíthassuk ezt az utat, illetve sebességkorlátozás is lépjen életbe. Erről a lakosok is véleményt formáltak, és jelezték azt, hogy nagyon szeretnék, hogy ez megtörténne, hiszen ők is szeretnék megőrizni az elkövetkezendőben ezt a remek beruházást, illetve úgy érzik, hogy nagyon fontos az, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Egyébként is nagyon sokszor jön mostanában sajnos divatba az, hogy egy jó utat, hogyha elkészül, akkor utána nagyon sokszor van az, hogy sebesség túlépés történik, gyorsabban mennek rajta, és éppen ezért tanulva ebből is a Bástya utcai lakók kérték, és a képviselőtestület el is fogadta azt a kérésüket, hogy egyirányosítsuk az utcát, mégpedig len úgy, hogy a egyirányosítás, amennyiben megtörténik, az a Székes út felé legyen, illetve a kilométer pedig 30 km/h sebesség legyen az, amelyet kívánunk az elkövetkezendőbe bevezetni. A másik utcánk, vagy utunk pedig az, amelyik nem más, mint a Hercegasszony kastélyhoz vezető út. Itt miután már a lakóterületen kívül vagyunk, éppen ezért ez már a 90 km/h sebességhez tartozik bele, viszont itt is megkérték a
telektulajdonosok és üdülő tulajdonosok is, önkormányzatunkat, hogy vegyük számításba azt, hogy ennek a fajta 90 km per óra sebességnek nincs létjogosultsága itt ezen az úton. Vigyázni kell erre az útra, valamint vigyázni kell az ott lévőkre is. Éppen ezért 50 km per óra sebesség lesz az, ami bevezetésre kerül ezen az úton. Valamint még éppen ebben a napirendi pontban tárgyaltunk taxi állomásról is, mégpedig lenne két helyen is a városban. Annak idején, de régebben volt a vasútállomás környékén mód és lehetőség arra, hogy a taxisok nyugodt körülmények között tudjanak posztolni, tudják várni az utasokat. Ez most vissza bevezetésre került, hiszen nekünk is nagyon fontos az, hogy az utazók kényelmét ki tudjuk szolgálni. Miután a vasútársaság ehhez adott egyfajta engedélyt, ennek a segítségével két taxi drosztot tudunk így felállítani. És ez a hét minden napján természetesen a rendelkezésükre áll. Viszont a városban is szerettünk volna még egy taxi megállóhelyet létesíteni. Ez pedig lenne a következőben a volt szolgáltató háznak a parkolójában történik majd. És ez péntek délután, szombat egész nap, vasárnap egész nap, várja majd az ott taxira várókat, hiszen ez a fajta lehetőséget itt is szeretnénk biztosítani. Én úgy gondolom, hogy kulturált körülmények között egy taxiállomás vagy egy taxi megállóhelynek a bevezetésével a közlekedésnek a biztonságát is tudjuk növelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a polgármester asszonynak. Szeretném kérdezni a sajtó megjelent képviselőit, hogy kívánnak-e valamilyen kérdéssel élni. Úgy látom, hogy nem. Akkor ezúton is köszönjük szépen a polgármester asszonnyal a figyelmét mindenkinek. További szép napot kívánunk!